Kedves testvérek, az előbb hallott hosszabb ige szakasz a Római Levél 16. fejezetének második feléhez kapcsolódóan szeretnék egyetlen verset felolvasni, és Isten segítségül hívva magyarázni közöttetek a Filippi Levél első fejezetéből a 27. verset olvasom. Ezt írja az apostol: csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok. Azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. És még egyszer, csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai napon befejezzük a római levél olvasását. Hosszú-hosszú hónapok után befejezzük ezt a majd 2000 éves szöveget, ezt a levelet, és picikét csak alá szeretnék húzni néhány fontos szempontot. Elsőként talán azt, hogy olyan jó lenne, hogyha erre a levélre is, és remélem talán erre a mai prédikációra is úgy tudnánk tekinteni, úgy hangozna, mint egy hívás, mint egy meghívás, mint egy felhívás arra, hogy változzunk, hogy mozduljunk. Mint egy hívás, amely Istentől érkezik hozzánk. Nekem még szerencsém volt a vezetékes telefonok korszakában felnőni, habár régen volt, de még tudom, hogy mit jelent egy igazi hívás. Miféle kockázatot rejt az, amikor az ember leteszi a telefont, és nincs ott a zsebében, hanem elindul a hívás nyomában. Rengetegszer megtörtént, hogy legjobb barátomat telefonon hívtam fel. Először persze az édesanyján kellett átverekedni magamat, hogy eljussak hozzá, hogy elhívhassam őt utána közösen focizni a köztünk félúton lévő focipályára. Megegyeztünk, hogy mikor és hol találkozunk, és letettük a telefont. És onnantól kezdve, mintha a vaksötétbe ugrottunk volna. Nem egyszer előfordult, hogy ott álltam a labdával a kezemben, és nem volt sehol a megbeszélt időponton. És nem volt lehetőségem ott és akkor rögtön hívni, hanem elindult a belső vita. Meddig várjak? Meddig lehetek türelmes? Vajon el fog jönni? Ha késik, ha nem jön el, mi lesz? Egyedül hogy fogok focizni? Apró kis példa ez, de egy igazi bizalomjáték volt minden találkozás. És kicsit így vagyunk Istennel is, az ő hívása is próbára tesz bennünket. Ha egyszer halljuk, ha egyszer érezzük, akkor döntés elé állít bennünket. És hát olyan instant, közvetlen módon, ahogy manapság szoktuk egymást vegzálni, hogyha néhány percet késünk egy megbeszélt találkozóról, nincsen lehetőségünk Istent sem számon kérni. Ha esetleg nem az történik, amit mi vártunk, és nem akkor, és nem ott. Nincs lehetőségünk megkérdezni, hogy tényleg úgy gondoltad? Tényleg? Valóban és igazán, hanem a bizalmunkon, a hitünkön múlik, hogy engedelmeskedünk-e a hívásnak. És a Biblia nem csupán egy kézzel fogható, szavakba foglalt hívás, meghívó, hanem annak a története, hogy hogyan válaszolt az ember erre generációkon keresztül, erre a hívásra. Mert hogy Isten hívta Ábrahámot, az első hívő embert, aki belelépett az ismeretlenbe. Ott hagyta szülőföldjét, kultúráját, és belekapaszkodott a hívásba, az ígéretbe, és bátran elindult az úton. Hívta Jézus Mátét, az evangélistát. Odaállt elé, mélyen a szemébe nézett. És csak ennyit mondott: kövess engem. És csak ennyit olvasunk: Máté felállt, mindent otthagyott, és követte őt. És Pál levelet írt a római gyülekezetnek, amelyet így fejez be, ahogyan ezt hallhattuk, hogy legyetek különbözőek. Térjetek ki a tévtanítások elől, jussatok el a hit engedelmességére. Meghívta őket erre a nagyszerű útra. Ma pedig nekünk is szól ugyanaz a hívás. Viselkedjetek az evangéliumhoz méltóan. Meghív minket egy másfajta életre. A kérdés csak az, hogy lépünk-e. A kérdés csak az, hogy merünk-e elindulni a hívás nyomán. Két irányból fogjuk megnézni ezt a hívást és az arra adható választ. Egy, hogy úgy mondjam, negatív és egy pozitív oldalról. Az első így hangzik: kerüld el, vagy térj ki előle. A másik pedig így: hittel engedelmeskedj.
Hát kezdjük a negatívval. Kerüld el a hívás negatív oldala. Elhagyni, megtagadni, letenni, otthagyni bizonyos dolgokat. Vagy nagyon egyszerűen fogalmazva, kompromisszumok nélkül élni. Végre erre hív minket valaki. Így hív a követésre. Dietrich Bonhoeffer, a mártír, evangélikus, teológus, lelkész, így fogalmazta meg ezt nagyon egyszerűen. Amikor Krisztus elhívja az embert, azt kéri, jöjj és hallj meg. Jöjj és hallj meg. Mert az új élet sokszor ennyire radikális megközelítést igényel a régivel szemben. Nem véletlenül beszélünk újjászületésről. Újjászületés pedig, amelyre nagyon nagy szükségünk van, csak akkor lehetséges, ha előtte bizonyos értelemben meghalunk. Ha megnyitjuk magunkat egy új élet lehetőségének, a szívünk, az értékrendünk gyökeresen megváltozik. Sokszor nem érezzük ennyire radikálisnak a hívást, de hogyha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy még ma is az evangélium ilyen hívásra, ilyen radikális, gyökeres életfordulatra hívja az embereket. Volt szerencsém egyszer meghallgatni egy afrikai első generációs keresztjénből püspökké lett testvérünknek a bizonyságtételét Németországban, aki elmondta, hogy mit jelentett az ő életében, amikor hallotta ezt a hívást. Neki, akinek az édesapja a falu egyik sámánja volt, akinek volt vagy 4 felesége és vagy 40 gyermeke, és abból ő lett az egyedüli keresztjén. Hogy mit jelent az, amikor minden másra, amit hozok, nemet mondok. Egy egész szellemi örökségre kellett nemet mondania, amikor ő egyetlen feleséget választott magának. Mennyire hétköznapi döntés ez a mi életünkben, és mégis neki egy igazi elszakadást jelentett. Az evangéliumhoz méltóan élni. Emögött a kifejezés mögött egy olyan szó bújik meg, ami nagyon egyszerűen ennyit jelent. Egy másik ország polgáraként élni. Mint hogyha más szabályok vonatkoznának rám, és nem pedig ennek a világnak a törvényei. Az a kérdés, hogy tényleg érezzük ezt? Hogy érezzük-e azt néha, hogy úgy bevilágít az életünkbe, mint egy jó kis mozgásérzékelő reflektor, az Isten evangéliuma, és a sötétségből kiemel bennünket. Érezzük-e ennek a szorítását, a feszítését akkor is, amikor látszólag teljesen egyedül vagyunk a hétköznapokban, a munkahelyünkön, a taposó malomban. Akkor is erősen hangzik Jézus hívása? Erre kellene, hogy emlékeztessen bennünket. Naponta az ige, az ima, a hívás visszhangjai ezek. Azért, mert minden nagy döntés azzal jár, hogy megfizetem az árát. Ha boldog házasságban akarok élni, itt is, ahol mi nem hiszünk ugye a többnejűségben, akkor is bizonyos értelemben minden más nőt fel kell áldoznom és el kell engednem, amikor igent mondok a feleségemre. Ha nem teszem meg, az az egy sem lesz igazán az enyém. Vagy pedig az evangéliumhoz méltóan elkezdem a pénzügyeimet is úgy intézni, hogy abban semmi folt, semmi kivetnivaló ne legyen. És ne csak akkor, hogyha jön a NAV, vagy bármelyik másik ellenőrző szerv, hanem a mindenható Istennel, a tökéletes és szent Istennel szemben is meg tudjak állni. És elkezdek a szavaimra is úgy vigyázni, hogy tudom, hogy építeni és rombolni is lehet velük. Hogy a féligazság az félig hazugság is. És nem képviselhetem ugyanazzal a szájjal az Istent is, és a hazugságot. Nem véletlen, hogy Isten úgy beszél magáról, mint aki féltőn, mint aki féltékenyen szerető Isten. Nem lehet és nem szabad mást szolgálni vele együtt és mellette. Döntésre hív bennünket. És ennek a következménye az lesz, hogy ahogy az Ószövetség ezt megfogalmazza, hogy jövevények és vándorok leszünk ebben a világban. Idegenek bizonyos értelemben, akiknek folyton kísértésekkel kell szembenézni. Az evangélium azzal kezdődik, hogy Jézus szembe találja magát a kísértővel. Próbára teszi őt a kísértő. 3 próbát kell kiállnia. Azt mondja neki először, hogy hidd el, az vagy, amit elérsz, amit csinálsz, amit alkotsz. Ez fog meghatározni téged. És Jézus nemet mond rá. Azt mondja, hogy nem. Nem az vagyok, amit csinálok, ennél én több vagyok. Aztán azt mondja neki, az vagy, amit birtokolsz, ami a tiéd, amit megszerzel. És Jézus azt mondja, hogy nem.
Én Isten szeretett fia vagyok akkor is, ha nincsen semmi a kezemben, ha 40 napos bőjt után éhezek a puszta közepén. És végül azt mondja neki, az vagy, amit mások mondanak rólad. Ha mások szeretnek, ha mások tisztelnek, akkor vagy értékes. És Jézus azt mondja, hogy nem. Ha egyedül vagyok a kereszten, kivetve ebből a világból, akkor is az Atya szeretett gyermeke vagyok. Egyszerű és mégis az életünket meghatározó három állítás. Milyen sokan építik az életüket ezekre. Pedig mindhárom mennyire ingatag. Olyanok vagyunk sokszor az életünkkel, mintha egy süllyedő hajóban lennénk mindannyian, és saját kis kabinunkban próbálnánk mégis berendezkedni. És nem tűnik fel, hogy a képek a falon azért billegnek, azért gurul minden, mert süllyed a hajó. Majd megigazítjuk szépen. Folyik be a víz az ajtó alatt, se baj, majd feltöröljük. Nincs itt semmi probléma. Pedig mulandó az életünk, menthetetlenül. És épp csak arra elég talán, hogy az élet értelmét megtaláljuk. És mi mégis olyan sokszor elpazaroljuk. Mulandó és értéktelen kacatokba kapaszkodunk. Azt mondja az apostol, hogy térj ki ezek elől. Válaszolj határozottan. Határozottan a kísértőnek. Ez a negatív oldala. És jön most a pozitív, hogy mit is kellene csinálni. Mi az, amiben bele kellene állni. A hit engedelmessége, amiről itt beszél. Mert hogy a hit nem csak azokról a pillanatokról szól, amikor olyan megmagyarázhatatlan módon, szinte földön túli érzések futnak át rajtunk. Ezek fontosak, nagyszerűek, emlékezni kell rájuk, szinte be kell őket keretezni, és ki kell helyezni a falra. De van ezen túl is a hétköznapok, amelyekről azt mondja a Biblia, hogy kicsit olyan, mint a katonaság. Kövess engem, és légy engedelmes, teljesítsd a parancsot akkor is, ha nincs ott mögötte az a csodálatos, mindent elsöprő érzés. Mert lehet, hogy csak utána, miután engedelmeskedtél, utána éled át ezt. Talán ismerjük a kifejezést, hogy életművész, és olyan sok negatív megjegyzés, meg tulajdonság kapcsolódik ehhez a fogalomhoz. De talán jelenthetne valami mást is. Az életművész az, akinek az élete egy műalkotás. Ugye néha csak azt látjuk egy múzeumban, hogyha elmegyünk egy gyönyörű festmény mellett, hogy nem tudják, hogy ki az, aki festette. Csak ennyit, hogy mondjuk Leonardo műhelyéből származik. Nem tudjuk, ki festette pontosan, de a műhely sajátosságai ott vannak a festményen, és ilyennek kellene lennie minden keresztény életnek, ugyanabból a műhelyből, de mégis saját egyéni jegyeket is hordoz. Mert így működik a művésziskolában a nevelés, hogy nézed a mestert, utánzod, belsővé teszed a stílusát, és ezzel fog a saját utad is kialakulni. És így lesz az egész életünk egy műalkotás. Nem tucatra legyártott, egyen dobozba rakott megoldások, hanem a lélek szabadságával meghozott döntések. Ezt jelenti a hittel összekapcsolódó engedelmesség. Ismerek olyat, akit a szeretet, az a nagybetűs, az igazi szeretet arra hív, hogy mindent feladjon. Karriert, lakást, kapcsolati hálót, és nem valami elsöprő, igazán romantikus szerelemért, hanem az édesapja ápolásáért. Tiszteld apádat és anyádat. Olyan kényszer zubonyként hat ez és a többi parancsolat is, ha csak az engedelmesség felől közelítjük, és nincs mögötte a hit valósága. És az az ember átéli azt, hogy szerethetem őt azzal a szeretettel, ami mindent odaad. És kapni lehet, hogy csak már oda át, a közös, a mennyei atyától fogok kapni. És olyan műalkotás egy ilyen élet, amit csak megpillantani, egy picit is, részt venni benne is kiváltság. Belépőt kellene árulnia ennek az embernek azért, hogy az életébe belepillanthassanak. Sok mindenkinek javasolnám, hogy nézzék meg őt. Mert az igazi életművész mindig egyedi, sajátos utat keres, mert minden élet különböző, mindenkinek máshol és másban szól a parancs. Kövess engem. És ez így is van rendjén. De minden esetben felismerhető egy ilyen igazi életművész alkotásán a lélek műhelyének a védjegye. Mert Isten az, aki minden egyes kőtömbben, minden egyes üres vászonban, minden egyes életben meglátja a lehetőséget. A mi feladatunk csak annyi, hogy engedjük, hogy megfogja az ecset másik felét, hogy a véső az ő kezében legyen. Ott vannak testvérek szemünk előtt ezek a sorsok. Itt ezekben a padokban is.
ott voltak előttünk a bizonyságtevők egész fellege, ahogy erről a zsidó levél ír. Csak észre kell venni őket. Őket, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki. Kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. A hit engedelmessége által. Kedves testvérek, a követés egy furcsa dolog. Arra kell menni, amerre Krisztus megy. Nem véletlen, hogy az egyház minden egyes évben követi őt. Évről évre az ő életét követjük végig az egyházi év eseményeim. Arra hív, hogy álljunk be mögé. Ma többen osztozni fognak a keresztség sákramentumában. Ahogyan egykor őt is, megváltónkat is megkeresztelte keresztelő János ott a Jordánban. Akkor hallatszott a mennyből ez a hang, ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Ma is hangzik ez a szó, ez a hívás. Te az én szeretett gyermekem vagy, benned gyönyörködöm. És tudom, méltatlan bár a hang, amely szólja ezt. A kérdés csak az, hogy hisszük-e, hogy maga az ég nyílik meg nem sokára itt előttünk is, és onnan szólja ezt az atya hangja. Ez az én szeretett gyermekem, benne gyönyörködöm. Ezt követően kerül ki a pusztába Jézus. Itt éli át a kísértést, a három próbát, amit azért tudott kiállni, mert hitt ebben, hogy ő az atya szeretett gyermeke. Ez a hit tart meg bennünket, testvérek, a követés útján. Ez segít bennünket nemet mondani ott, ahol nemet kell mondani. Kitérni és elkerülni mindazt, amit el kell kerülnünk, ami elől ki kell térnünk. És ez a hit segít bennünket az engedelmesség útján. Beleállni a hit, a remény és a szeretet nagy történeteibe. Adja Isten, hogy el tudjunk indulni ezen az úton. Ámen.